ikonikus műve Csajkovszkinak a Diótörőből a Virágkeringő. Szerintem nincs ember, aki ne ismerné. És így tovább, és én most is fogom játszani majd a karácsonyi koncerteken. Egyrészt szeretnék belőle megmutatni, mert hogy orgonán ezt a darabot eljátszani, hát magamtól nem jutott volna eszembe, de volt évekkel ezelőtt egy szavazás a Facebookon, és ti szavaztátok be, hogy ezt szeretnétek hallani. Akkor készült ez az átirat, és van egy rész, amelyikre büszke vagyok, de egy halálugrás, mert hogy a legkülönbözőbb helyeken kell zenei részleteket játszani mind a négy helyemen, mind a három manuálon, illetve a pedálon. Ugye Csajkovszki úgy indítja a darabot, a keringő részét, hogy megvan az umcacca ritmus, amit jól ismerünk mindenkitől. Ez idáig tök egyszerű, mert bal láb adja az egyeket, és a bal kéz adja hozzá a kettőt, hármat, ugye a keringő ritmusba. Idáig semmi gond, az ember rájátsza kézzel a dallamot. Ugye jobb kézzel játsza hozzá a dallamot. Na de Csajkovszki nem elégszik meg ennyivel, mert hogy ez csak a bemutató, és utána elkezdi teletölteni különböző hangszer szólókkal ezt a dallamot. Na most itt, amikor megérkezik a fuvola szóló, ha ezt egy zenész játsza, akkor ez nem egy nagy történet, mert a karmester odaint, hogy akkor most fuvolával, most másik hangszínnel egy valaki eljátszik egy részletet, és közben a zenekar játsza, hogy... Na de az én kezem tele van ezzel, az umcaccával és a dallammal. Akkor az a kérdés, hogy mivel fogom eljátszani ezt itt, hogy... Mert hogy innentől fogva sokkal több kézre volna szükségem, hogy bármit csináljak. Azt találtam rá ki, hogy az umcacát, azt akkor, amikor nincs kezem, akkor átveszem a lábamba. Így tudok egy kicsit felszabadítani magamon. Így történhet az, hogy itt is mindent át kell csereberélni. Bal kézzel átteszem a dallamot, jobb lábbal pedig az umcacát. És akkor felszabadul a jobb kezem a fuvola szólóra, ami így fog kinézni lassan egybe. Aztán vissza az egész. Ezt, ha az ember nem tudja fejből, akkor felemészti ez a rész. Ugyan itt van előttem a kottában, de sose szoktam belenézni, még az is csábít, hogy egyáltalán ki is töröljem a kottából ezeket a részeket, mert általában akkor szoktam elhibázni, hogyha elbizonytalanodom, egy pillanatra nem bízok magamban, hogy emlékszem rá, megpróbálom megkeresni ebben az őrült kavalkádban a kottában, hogy hol is tartok, és kész a katasztrófa, ott az ember leesett a kötérről. Elképesztő pillanat ez a zenének. Megmutatom így egyben ezt a rengeteg manuálváltást, ahol kicserélem az egyik kezemet a másik kezemre, másik kezem új szólamot kap, visszacserélem a másikat az egyikre, az egyiket oda föl, közben a lábat cserélem, és mindeközben ennek az egésznek egy lendületes, folyékony zenének kell lenni, amire akár táncolni is lehetne, végül is ez egy keringő. Megmutatom ezt a részt, aztán várlak benneteket majd a karácsonyi koncerteken, ahol bemutatom azt a lemezt, amin ez a darab is szerepel. Remélem minden alkalommal el fogom tudni játszani.